Jó reggelt! Izgatottan várjuk a tanfolyami résztvevőket. Lassan jelentkeznek be a Mentibe. Most fogom reggel indítani innen az IVI stúdiójából az online képzési napot. Ez az alapképzéseinknek az indító napja. Hát több száz hallgatónk van most, egy hatalmas feladat. Én tartom nekik az orientációs, véletőleg motivációs előadást. És hát ilyenkor mindig nagyon izgulok én is, mert ez egy hatalmas dolog a cég életébe és az én életembe is, hogy az a 25 évvel ezelőtti kis ötlet, hogy egy személyedző tanfolyamot, az első hazai személyedző tanfolyamot elindítom, az egy ekkora cég és egy ilyen nagy horderejű vállalkozássá nőtte ki magát, amiben az a szép, hogy egészséget oktatunk, hogy a szenvedélyükhöz segítjük hozzá az embereket, a hallgatókat, hogy a szenvedélyükből a karrierjük legyen, a sport iránt érzett szenvedélyre gondolok itt természetesen, és ez rendkívül inspiráló, hogy több ezer embert tudtunk hozzá segíteni ezekhez az egészségtudatos ismeretekhez, mint ahogy most látom már, hogy 91-en érkeztek be, de hát van még legalább mennyi, 10 percünk itt a kezdésig. Budapest, Pécel, Alsónémedi, Kecskemét, Veszprém, Esztergom, Nőtincs, ez itt van közel, de Bratislava, Szlovákia, Pécs, Veresegyház, szóval igen, lehet mondani, hogy hát ez az online az nem annyira személyes, meg jobb volt, amíg kontakt volt. Lesz kontakt is majd, november közepétől már indulnak a képzéseknek a kontakt részei, de azért szerintem ez nagyszerű, hogy az otthon kényelméből valakinek nem kell Bratislavából elutazni azért, hogy elméleti előadásokat meghallgasson, vagy Pécsről felutazni Budapestre, és hát nyilván nekünk is sokkal könnyebb, mert egyébként igaz, hogy indul Pécsett is, Győrben is, ilyen típusú alapképzésünk Debrecenben és Szegeden is, tehát sok nagyvárosban indítunk képzéseket, de azért ezeket az általános beköszöntő képzésindító, illetve elméleti képzéseket nekünk is sokkal könnyebb így lebonyolítani, hogy egy ilyen online felületről tesszük meg mindezt. Ráadásul ez utána bárhányszor visszanézhető, elemezhető, a tanárok tutorálási segítséget nyújtanak az anyag feldolgozásához. Várjuk a belépőket, én pedig most már ráhangolódok az oktatási részre. Tekintsetek bele ebbe az indító prezentációba is. Hogy magadnak egy önképzésre, vagy pedig már most van egy ilyen karrier terved, célod, karriert szeretnétek váltani, vagy éppen önmagatokat fejleszteni. Van, akinek az élete értelme, hiszen ő maga is leadott 28 kilót, és nyilván ezek nagyon inspiráló egyéni történetek, sztorik, és nagyon jó gondoljátok, és jó helyen vagytok azzal kapcsolatban, hogy itt hiteles forrásból, ráadásul még egy szakmát szerezve is meg tudjátok tanulni azokat az ismereteket, amelyek saját fittségetek fejlesztésére, egészségetek fejlesztésére, és hát természetesen először a szűkebb környezetedre, a mikrokörnyezetre fogsz hatni, akkor is, hogyha nem akarsz ebben még dolgozni. Hatsz a családodra, a barátaidra, a példáddal, a kinézeteddel, az energiáddal, pozitív kisugárzásoddal, amit kapsz azáltal, hogy rendbe vagy testileg és lelkileg, és ez borzasztóan fontos. No, hát mi a célod? Ugye láttuk azt a két fő cél csapás irányt, amit ti is megfogalmaztatok, hogy vagy egy tudatos karrierépítés van benned, vagy kevésbé tudatos, de egy szándék, hogy te edző leszel, saját termed lesz, és az embereknek segítesz, és mindezt egy vállalkozásban vagy alkalmazásban fogod végrehajtani. Nagyszerű. Ez a tanfolyam egyik fő kérdésköre, és erre készít fel igazán. De aki még nincs ebben a fázisban, esetleg most van egy életmódváltásban, és önmagán szeretné mindezt kipróbálni, az szintén rendkívül jó helyre tette le a voksát, tehát szeretnélek már most benneteket arról biztosítani, hogy nagyon jó helyen vagytok, ha csak nem a mérlegképes könyvelőképzésre szeretetek volna jönni, mert az itt nincs, de hogyha az említett
sportos képzések érdekelnek benneteket, akkor nagyon klassz helyen vagytok. Hadd nyugtassalak meg azzal benneteket, hogy az elmúlt negyed században, hiszen az IVIT 24 évvel ezelőtt alapítottam, jövőre leszünk negyed századosak, azért több mint 20 ezer ember végzett nálunk. 20 ezer embert segítettünk hozzá az álmaik megvalósításához. Hogy vajon az, amit csinálsz, az jó-e az embereknek? Tehát szükséges-e a világnak? Egyfajta missziós dolga. Én azt hiszem, hogy az, amiben most vagyunk benne, ez a fitness szektor, fitness edzősködés, az egyértelműen ez a kategória. Tudok-e vele pénzt keresni? Egyértelmű ez a kategória, nem hiszitek most még el, de aki jó edző és használja nem csak a hagyományos régi évtizedekkel ezelőtt kialakult edzésformákat, hanem hibrid edzésformában is tud gondolkozni, digitalizációt is be tudja vonni, az 7 számjegyű fizetésekre várhat. És ez nem egy lózunk duma, hanem tényleg látjuk, hogy de ezeknek vannak feltételei. És persze az ikigaiba az is benne van, hogy ez a hivatásom, tehát szeretem-e csinálni, szakmaként tudom-e űzni. Tehát ez egy ilyen négyes koncepció, aminek össze kell itt állnia. És hogyha te tehetséged, te vágyad találkozik a világ szükségleteivel, akkor állítólag Arisztotelész mondta, de mondhatta bárki, mert így van szerintem, akkor ott van a te dolgod. De ehhez viszont végig kell menni egy olyan tudatos folyamaton, az önismereti részen, a karrier célok kitűzésénél, a karrier tervezésnél során, illetve önmagunk fejlesztése folyamatos és fokozatos fejlesztése figyelembevételével, aminélkül nem lesz meg ez a sikeres karrier út. Tehát én sodródtam jó ideig, legalább 10 évig sodródtam, és amikor megcsináltam az IVIT, akkor se volt még ez egy ilyen kikövezett út. Tehát nem azt lehet mondani, hogy ó, akkor a Laci már 30-valány évesen gyerekbe volt. Nem. Hiszem, hogy olyan 40 pár évesen jött össze és állt össze, hogy oké, én jó helyen vagyok. De azért, mert nekem ezt senki nem mondta, senki nem segített benne, hanem egyedül kellett ezeket a helyzeteket megvívni. Tehát így iskolaként és iskola vezetőként, és abba szeretnék nektek segíteni, hogy igenis lehet a karriert tudatosan tervezni. Igenis, ha jobban hiszel magadba, ha elhiszed, hogy van rád szükség, hogy van erre a dologra szükség, amiben te belevágsz, akkor iszonyat sok varga betűt és fölösleges kidobott izgalmat és aggódást spórolsz meg önmagadnak. Azt meg ki ne szeretné. A különbség most, amiben döntened kell, ugye az a sodródás és a tudatosság között van. Egy következő témakör, ami ugye az első dilemma kérdéseknél is ott volt, és így szép sorba próbálok válaszokat adni erre, hogy kell ennyi edző. Én erre azt mondom, hogy soha ennyi edzőre még nem volt szükség, mint Magyarországon. Jó edzőre, kiváló edzőre hozzáteszem. Tehát nyilván képződnek nagyon sok más helyszínen is edzők, de benneteket azt kellene, hogy megkülönböztessen, hogy egyfajta egészségfejlesztési szemléletben gondolkoztok. Nem kell doktorrá avanzsálnod magad ehhez, hanem elegendő az, hogyha ráállsz egy területre, és a legkézenfekvőbb az elhízás. Tehát az elhízás az előszobája számos olyan betegségnek, amely metabolikus szindrómának, amely az ülő életmódból, inaktivitásból fakad, és nagyban rontja az egészségügyi statisztikáit Magyarországnak. Tudtátok-e azt, hogy Magyarországon kétszer annyian halnak meg megelőzhető fitness programmal megelőzhető betegségben, mint az EU-s átlag? Az lenne az én végső üzenetem, hogy kezeld úgy ezt a tanfolyamot, mint egy lehetőség, hiszen egy sikeres életút ebből a hármas kombóból fog összeállni. Hogy a lehetőségeket megfogod-e, kihasználod-e, egyáltalán észreveszed-e. Ahhoz, hogy észrevedd, mindig fejlesztened kell magad. Ez a kompetencia. Tehát a kompetencia, a szaktudás, de itt nem csak a szigorúan vett szakmai tudást értem, hanem az egyéni skillek fejlesztését, akár a prezentációs technikát, a kommunikációs részt, a gyengeségeid észrevétele, azoknak a fölhozása, lehet ez egy nyelvtudásnak a fejlesztése. És akkor fogsz észrevenni új lehetőségeket. Tehát ez összefügg egymással, szinergiában van. Egyik a másik nélkül nem megy. És mi nektek ebbe a két dologban nagyon sokat tudunk adni IVIT-ként. A harmadikba, az ambíciókba,
ami a belső tűz, az inspiráció, hogy te ezt akarod-e, tudod-e, van egy ilyen mozgató erő benned, vagy mindig elkedvetlenedve, enerváltan állsz bele, na ez azért nagyon nagy részben tőled függ. És az, hogy pozitív legyél, és hogy pozitív energiát sugároz ki, és ezt valóban úgy tud megtenni, hogy ne ég ki benne, és adj, tudja adni az embereknek, ez jelentős részben tőled függ. Ezt a tüzet mi fel tudjuk ébreszteni benned, de vagyis a parazsat talán, így meg tudjuk fújkálni, de a tüzet azt neked kell életbe tartanod. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ebbe tudnánk nektek segíteni, és hogyha most úgy zárnánk ezt a prezentációt, hogy egy kicsit ehhez a tűzhöz hozzá tudtunk járulni, és ahhoz kívánok nektek sok sikert, hogy a sportolás iránt érzett szenvedélyetek a karrieretek legyen, vagy pedig önmegvalósításként egy fit, egészséges emberként tudjátok tovább folytatni az életeteket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen a technikai hátteret, meg hogy őrzővédőként álltál mellettem. Hát ilyen spártai hadseregnek, tehát több mint 300 főnek tartottam most a nyitó előadást. Úgyhogy nekem nagyon inspiráló volt, én nagyon fölpörögtem tőle, remélem, hogy ők is így a kommentekből a végén ez derült ki, hogy kellett ez a helyre rakás, hogy mit várjanak magától az iparáktól, illetve ami nagyon fontos, hogy az önmaguk szerepe miként jelenik meg ebben az egész karrierútban, és nem elvárni attól mástól, a külső körülményektől, hogy majd hát, ha összejön, hanem arra hívtam fel a figyelmet, hogy neki mit kell belepakolni ahhoz jelenléttel, fegyelemmel, tanulással, folyamatos önképzéssel és az önismereti résszel. Tehát, hogy kezdjen el edzeni, kezdj el kipróbálni magát. Úgy vettem észre, hogy a kommentekből, hogy nagyon jó volt a flow, tehát sikerült átadni azt, hogy ennek a pályának milyen szépségei, milyen lehetőségei vannak, ugyanakkor azt is, hogy nekem egyénileg milyen felelősségem van a sikerben. Nagyon-nagyon klassz volt, köszönöm fiúk, és köszönöm mindenkinek, a lányoknak, akik előkészítették a tanfolyamot, az irodában dolgozó lányok megfeszítve küzdöttek azért, hogy itt most ez az egész létrejöhessen. Nagyon-nagyon komplex egy ilyen képzést összerakni. Marketing munka, sales munka, oktatásszervezés, irodai és egyéb háttér, és nem utolsó sorban pedig az oktatóinknak azaz évtizedek óta végzett magas szintű tudás átadása. Most itt a Dávidot is hallottuk, hogy érsebészként, nagyon kvalifikált orvosként a hétvégéjét nem pihenéssel tölti, vagy más szakmai feladattal, hanem két napon keresztül napi, azt hiszem, hogy 8 órás előadást leadva itt tolja, nyomja a hallgatóknak. Miért? Azért, mert neki is ez szívügye, szenvedélye, hitvallása. Ő is nálunk végzett személyedző tanfolyamon, 10 éve oktat, tehát a szíve lelke benne van, mert tényleg lehet azonosulni ezzel a területtel. Szóval ez nagyon-nagyon feltöltő és nagyon inspiráló kis reggel volt, remélem, és így érzitek. Hajrá, menjünk ki, mert jó idő van. Sziasztok!